A Szolnoki Olaj KK U19-es csapata, miután legyőzte a szolnoki Baglyokat, bejutott a megyei bajnokság döntőjébe, így ők árgus szemekkel figyelték a Szeg-Cegléd meccset, hiszen annak győztesével csapnak össze a fináléban. Mindkét együttes nagy elszántsággal vetette bele magát a mindent eldöntő harmadik összecsapásba, és látszott, hogy a védekezés megszervezésére fektetnek nagyobb hangsúlyt. Ennek megfelelően, és persze a tétnagysága miatti izgalomnak köszönhetően kevés pontos befejezést láthattak a mérkőzésre kilátogatók. Gedei triplájával alakult ki a negyedvégi 4 pontos hazai előny. A második felvonásban Rácz Gergely 2 gyors triplával hízlalta 10 pont fölé csapata vezetését, melyre Fenyődő és Cseri szintén trojkával válaszolt, így ismét nyílt lett a találkozó. A vendégek részéről érkező trombitával felszerelt szurkolók megérezték a lehetőséget, és a terem visszhangzott a hajrá Cegléd szurkolástól. Ezután azonban Farkas Dávid vezetésével újfent a hazaiak percei következtek, és a félidőre visszaállították a 10 feletti differenciát, 35-26. A fordulást követően Ócsai és Cseri révén próbáltak zárkózni a vendégek, de Rácz és Gedei lélektanilag fontos pillanatokban talált be, aminek köszönhetően nem tudott közelebb férkőzni az újonca riválishoz, 48-35. A záróetap elején egy utolsó rohamot indítottak Kalmárék, szigorítottak a védekezésen, és a negyed feléig 0 dobott ponton tudták tartani a Szeg támadó gépezetét. A különbséget azonban mégsem tudták érdemben csökkenteni, hiszen ez idő alatt Bergendi révén ők is csupán 1 triplát és 1 duplát tudtak elsüllyeszteni a szolnokiak gyűrűjében. Ekkor ismét a fáradhatatlan Rácz és Gedei vette vállára a csapatot. Nagy elszántsággal utolsó erőtartalékaikat mozgósítva kezdtek újra a pontgyártásba, amire a vendégek már nem tudtak válaszolni. A végig feszült hangulatú, érzelmekkel teli nagyiramú, kiélezett találkozón férfias küzdelmet láthatott a szép számmal kilátogató és jó hangulatot teremtő nézősereg, melynek a végén a címvédő örülhetett, akik egy Rácz Gergővel és egy Gedei Tiborral jobbnak bizonyultak a hősiesen küzdő ceglédieknél, így megteremtették a lehetőséget címük megvédésére. Borzalmasan nehéz volt, egy nagyon-nagyon verekedős meccset játszottunk, amiből tulajdonképpen nem jöttünk ki szerintem jobban. Fal problémáink voltak, ezért volt azt szerintem, hogy nem tudtunk igazán ellépni, de ahogy te is mondtad, végiguraltuk a mérkőzést. Szerintem megérdemelten kerültünk a döntőbe. Már jövő héten le kell játszani az első mérkőzést, tehát igazából készülni itt nagyon idő nincsen. De igazából rutinosnak mondhatjuk magunkat, harmadik döntőnk zsinórba, úgyhogy félnivalónk azt gondolom, hogy nincsen, úgyhogy várjuk az olajos fiatalokat. A Szeg ellenfele tehát a Szolnoki Olaj U19 lesz, a döntő meccseinek pontos időpontjairól később születik döntés.